Jó estét kívánok, kedves közönségünk! A Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozata nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Keddi Kaleidoszkóp című programsorozatunk 37. estéjén, amikor is a vendégünk egy különösen kedves tagozatvezető társam, Mezei Katalin, Kossuth Díjas költő, műfordító, kiadó, szerkesztő, akinek az összegyűjtött verseit nem olyan régen 520 oldalon adták ki, és akinek a Kossuth díja és a József Attila díja mellett megszámoltam, 16 további díja van, köztük a Prima díj is, és 2012-től vezeti Mezei Katalin a Művészeti Akadémia irodalmi tagozatát. Úgyhogy most nagyon nagy kíváncsisággal várjuk, hogy az alkotói énjéről beszéljen, hiszen mi itt a Művészeti Akadémián nagyon sokszor csak különböző hivatalos események kapcsán tudunk találkozni, elnökségi üléseken, tagozatvezetői üléseken és hasonlókon, és ezért is nagyon megható volt számomra most, amikor beleolvastam a verseibe, és találtam egy mondatot, ami nekem olyan sokat jelent, és azt gondoltam, hogy átadom ezt Önöknek is, mert ez egy olyan mondat, ami valahogy valamennyiünk számára egy ilyen állandó kapaszkodó lehet. Az ég fölöttem csillagos, távoli, tiszta. Ha föl se nézek, akkor is alatta élek. Mezei Katalin beszélgető társa, Erős Kinga, irodalomtörténész lesz, akit nem csak ebben a szerepében szeretnék most köszönteni, és megköszönni neki, hogy elvállalta a beszélgető társ szerepét Mezei Katalinnal, hanem valamennyiünk nevében szeretnék szívből gratulálni ahhoz, hogy március 15-e alkalmából József Attila díjjal tüntették ki. Úgyhogy további nagyon szép éveket, jó munkát kívánok a díj után. És akkor a kedves közönségnek még annyi szolgálati közleményt hadd mondjak, hogy ugye körülbelül 1,25 órán keresztül szokott tartani ez a beszélgetés, és akkor az alatt, miközben hallgatják Mezei Katalint és Erős Kingát, gondolkozzanak a kérdéseiken, a hozzászólásaikon, mert az utolsó negyed órát azt mindig meg szoktuk hagyni erre a célra. Nagyon szép estét kívánok! Hát nagy öröm számomra azt, hogy itt lehetek, és hogy Katival itt beszélgethetünk, és azt a felkérést kaptam, hogy úgy próbáljuk alakítani ezt a ma esti beszélgetést, hogy a műhely titkokra, az alkotói műhelyre derüljön fény, és ahogy a bevezető gondolatokban is hallottuk, Kati rengeteg mindennel foglalkozik, mondhatom azt is, hogy mivel nem foglalkozol, Kati, de tényleg olyankor mindig bennem az a kérdés szokott felmerülni, és mikor írt, és látjuk a sok könyvet, látjuk a nagy életművet, és tényleg ez egy jogos kérdés, a mikor is, meg a hogyan is. És ahogy készültünk erre a beszélgetésre, nekem két gondolat jutott eszembe. Az egyik, amit te évekkel ezelőtt egyszer egy magánbeszélgetésben mondtál nekem, hogy hát jó, hogy az ember csinálja ezt a sok mindent, meg feladatot, meg kihívást, meg szolgálatot, de hát a műveit is meg kell írnia, mert hogy önmagán kívül senki nem fogja az ő műveit megírni. És hát ez akkor engem nagyon felbevágott, hogy a maga egyszerűségében ez mennyire mély igazság, csak ugye a körülmények, és az idő, és a hogyan, és a miként azok, amelyek közbeszólnak, és alakítják azért a hétköznapokat. És valahogy mégiscsak van neked recepted erre, mert különben nem lennének itt ezek a könyvek. Szóval mi a te recepted, Kati? Tisztelettel köszöntöm a kedves közönséget, mindenkinek nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a művészetelméleti tagozatnak ezt a meghívást, Kingának pedig, hogy elvállalta, hogy itt velem beszélget. Hát szoktunk beszélgetni, de nem ekkora nyilvánosság előtt, úgyhogy ez most újdonság ilyen szempontból. Nincsen egyébként receptem, nagyon-nagyon rendszertelenül élek, és mindig, amikor időm adódik, vagy amikor valami helyet tudok írni, akkor szoktam írni, ez többnyire éjszaka vagy esti órákban van, és
Meggyőződésem, hogy a legjobb lenne délelőtt írni, meg reggel, de hát általában nem jön össze. Biztos, ami biztos, amikor este az ember már más rendes ember arra gondol, hogy jó lenne lefeküdni, akkor nekem meg az jut eszembe, hogy ma nem itt csináltam semmit, egy sort se írtam, mert így, mert úgy, és akkor valami miatt leülök hozzá, és lehet, hogy akkor egészségtelen hosszú időt ezzel töltök. Tehát eléggé rendszertelen az időbeosztásom, már csak azért is, mert nem én osztom be az időmet, hanem a dolgok osztják be, és ezek között, a dolgok között ugye a legfontosabb a család, de már most olyan korban vagyok, amikor a család viszonylag távolabb él tőlem, tehát mindenki már nagyjából önálló, a gyerekeim, három gyermekem, sőt, már az unokáimnak is vannak unokái, úgyhogy felnőtt a család, és nagyjából megvannak nélkülem is, de azért hát persze tartjuk a kapcsolatot. A második az, ami tulajdonképpen még mai napig is sok feladatot ad, az a Szép Halom könyvműhely, az a könyvkiadó, kis minőségi könyvkiadó, amely a minőségi kiadók sorában a cenzúra megszűnése idején 1989-ben jött létre, azzal a céllal, hogy az író ne a gerinchajlító és idegpróbáló keserveket éljen át a könyve kiadása kapcsán, hanem legyen egy olyan kiadó, szerzők kiadója, amelyiknél otthonosan érezheti magát. Gyakorlatilag ez akkor még elsők között volt ez a kicsi kiadó, azóta már van jó pár hasonló. Általában mindegyiket egy-egy író költő vezet, vagy alapított és vezet. Nem hálás dolog, mert közben létrejöttek ezek a nagy könyvkiadó és könyvkereskedő koncernek, amelyek teljesen más jellegű. Nem a mai magyar szép író, egyáltalán nem a magyar irodalmat akarják kiadni, hanem üzleti jellegű könyvkiadással foglalkoznak, és az egy teljesen más feladat, más világ, más számokkal, anyagi és példányszámokkal, mert egy jó irodalmi műnek az év ezredek sorában kell behozni azt a példányszámot, amit egy bestseller két hét alatt teljesítés utána annyi, nincs benne több szufla. Tehát gyakorlatilag mi igyekszünk a jövőnek dolgozni, és a jelennek is, mert ha nem adjuk ki a ma születő magyar irodalmi műveket, akkor lassan nem lesz magyar irodalom, nem lesz érdemes írni majd asztalfiúknak írni, vagy lesz az, amit látunk az interneten, hogy hát mindenki író, aki csak a naplóját írogatja, aki csak szerelmes leveleket vagy verseket írogat, az is ugyanolyan rangban van, mint hogyha valaki esetleg értékes író. Tehát hiányzik az a lépcső, fok, ami egy kiadóba vagy egy folyóirat kiadóba a szakmai bíráló szemeket jelenti. Mert nem csak rossz indulatú bírálatok van, hanem föltétlen szükséges szakmai bírálat is a színvonal megőrzéséhez. Vagy. Mert a magyar irodalom egy nagyon-nagyon magas színvonalat elért ez a 20. században. Gondoljunk csak arra, hogy hány zsenink volt. Most nem akarom sorolni, de mindenki tudja, hogy még csak a gyakran emlegetett nevek is milyen hatalmas életműveket jelentenek. Hát még akikről nem szól a fáma, mert nagyon sok mai napig is nem, hogy úgy mondjam, nem kanonizált teljesítménye, nagy teljesítménye van a 20. századi magyar irodalomnak. No, tehát az is szenvedélybetegség, nem csak az írás szenvedély és szenvedélybetegség, hanem a könyvkiadás is, a mindenféle megkeresések jegyében eljárni, valami módon szolgálni, valami módon elősegíteni az értékek igazságos érvényesülését, amiről beszélünk a gyerekeinknek, ugye? Mindig azt mondjuk, hogy ilyen, meg olyan fontos, hogy minőség, hogy jóság, hogy szeretet, hogy tisztesség, becsület legyen az emberben, és úgy viselkedjen, és valahogy a felnőtt élet aztán ezeket a dolgokat nem igazolja, és azért az becsületbeli kérdés, hogy
ezen fáradozzon az ember, hogy mégiscsak igazolja a jóra törekvést is az élet. Most pont azon gondolkoztam, miközben mindezeket mondtad, hogy mennyire közösségi ember vagy, hogy mennyire meghatározó számodra a közösség, és ha tágabb értelemben nézem, akkor mondjuk egy szellemi közösség, hogy ha nézem a szerkesztői, irodalomszervezői munkásságodat, amikről az előbb szót említettél, akkor azt látom, hogy egyszerűen nem válik külön benned a szerkesztő, az irodalomszervező a költőtől. Bizonyos értelemben azért sem, mert hogyha mondjuk ezt a összegyűjtött és új verseket átlapozzuk, akkor rengeteg olyan verset olvasunk benne, ami vagy a szűkebb, vagy a tágabb közösségről, vagy a szűkebb, vagy a tágabb közösséghez, vagy a te szerepedhez, viszonyulásaidat a szűkebb, tágabb közösségekhez, amikkel érintkezel, próbálja versbe ölteni, és a versbeszéd által más világításba, talán a saját magad számára is kicsit világosabbá tenni bizonyos élethelyzeteket, bizonyos körülményeket. Én ezt jól látom, vagy jól gondolom, vagy javíts ki, ha nem így van, hogy a vers az a sűrített eszencia, amelyet, hogyha írsz, akkor akár egy-egy élethelyzetre is választ kapsz a versírás által? Biztos, hogy minden versben és minden prózában csak olyasmi van, amit én valami módon megéltem, hiszen nem tudnék olyasmiről írni, ami meggyőződéssel és azzal a hozzáállással, amit egy vers vagy egy próza megkíván. Tehát a személyes felelősségvállalás az minden alkotóművészetben benne van. És amit mondasz, hogy közösségi ember, hát ez merő önzés, mert hogyha nincs magyar irodalom, akkor én minek dolgozzam? Akkor az én verseimnek, az én prózáimnak sincs hordozó közege, és amikor ez nem egy elvont lehetőség, hogy nincs nemzeti irodalom, mert látjuk jól, hogy a globális könyv, és mondhatom azt, hogy irodalmi világ, az oly annyira nem Magyarországon születő művekből táplálkozik, hanem egyfajta, valóban egy globális nagy erővel, nagy marketinggel, reklámelővel dolgozó, kibocsátó, piacra bocsájtó közegnek a terméke, és Magyarország piacát lefedi. Mindig azt szokták nekünk a könyvkereskedők mondani, hogy mit ugrálunk a magyar irodalommal. A magyar irodalmi könyvek eladási százaléka az egész könyvkereskedelemben 4%. Hát egy ilyen 4%-os társaság, de nagyon ugráljon. És hát ott is tartunk, hogy nem nagyon ugrálunk. Azok a szerzők, akik a külföldi fordításaik révén is, meg itthon is a legjobban bevezetettek, ők tulajdonképpen benne vannak a nagy kereskedelem forgalmában, de a magyar irodalom 70-80%-a az tulajdonképpen meg se található a könyvesboltokban. Internet az egy új lehetőség, és az interneten ki lehet keresni. Utána lehet böngészni, meg lehet rendelni akár 20 év ezelőtti könyveket is. Úgyhogy azért nem reménytelen a dolog, de mindig olyan belátások vezetnek, amik valami módon az én sorsomat, vagy magát azt a munkát, alkotómunkát, amit szeretnék végezni, amit komolyan veszek, azt is befolyásolja, tulajdonképpen meghatározzák. Tehát próbál az ember így a nagysebességgel hömpölygő áradatába ezeknek a folyamatoknak valami módon egy kis terelő utat biztosítani, hogy vigye magával ez az ár a magyar irodalmi műveket alkotás, legalább a mi számunkra, és ez a legnehezebb. Különben most eszembe jutott a kőműves kelemenes versed, amit, hát én nem tudom, nagyon rég írtál. Nagyon-nagyon rég írtál. Hát az aktualitása mit sem változott. Nem beszéltük meg, hogy felolvasod, és most nem is visszük el az időt ezzel a keresgéléssel, javaslom mindenkinek otthon az elolvasását, de gyakorlatilag pont ez a szélmalomharc, amit most nagyon röviden, nagyon plasztikusan felvázoltál nekünk, ez már a pályád elején
kikristályosodott, hogy bizony ez egy olyan terep, ez egy olyan világ, ahol ha valaki komolyan veszi saját magát, meg a maga küldetését és feladatát, akkor róhatatlanul egy ilyen kőműves kelemen, vagy egy Don Quixote szerepbe találhatja magát. De valahogy mégiscsak azt látom rajtad, hogy ez csak így érdemes csinálni. Szóval csak annak a tudatába, hogy attól, hogy a világ ilyen, attól, hogy csak 4%, és mit ugrál az a 4%, attól a feladat, a küldetés, az, hogy az embernek van egy alkotóként is egy célja, vagy egyáltalán egy ideája, amit meg szeretne közelíteni, az valahogy nem szegi a kedvedet. Hát igen, nem szegi a kedvemet, mert hát igen, valóban, amit mondasz, hogy szélmalomharc, szóval csak olyasmibe vágtunk bele, és itt most a többeszám Olá Jánost is értem, aki nem csak életem társa volt, tehát nem csak a férjem, a gyermekeim édesapja volt, hanem az irodalomban is nagyon sok évtizeden keresztül együtt döntöttük el, hogy mivel foglalkozunk, meg mit gondolunk, hogy állunk a dolgokhoz. Tehát ez egy ilyen közös belátás volt, hogy magad uram, ha szolgád nincsen. Hát ezt már nagyon régen megfogalmazta a magyar nyelv, és nem biztos, hogy azért, mert nem volt ilyesmi. Akkor is ugyanilyen volt. De nagyon nagy a tét, mert most egy olyan nyelvi és kulturális gyarmatosítást tesz lehetővé ez a rendkívül fejlett technika, amivel rendelkezünk, hogy akinél a pénz, az tulajdonképpen a technikai eszközök megszerzése során azt a kulturális tartalmat és nyelvi tartalmat terjesztheti el az egész világon, amit akar, ami az ő számára hasznos és érdekes. Na most itt van, bent van a mindannyiunknak, nem csak a könnyes polcain, hanem a szívébe is ott van, különösen a zenére gondolunk, hogy ez plasztikusan előjön, hogy korosztályok angol meg amerikai slágerekkel azonosítják magukat. De ugyanígy az irodalomban is bestsellerekkel azonosítják, és nem magyar irodalmi alkotásokkal. És Gyula mondta egyszer, írta egyszer, hogy a közös mondásokban, a közös tapasztalatokban, Arany János idézetekben benne van az a közös nyelv, ami az alap anyanyelvi tudásunk fölött egyfajta kulturális közösséget teremt meg. És ahhoz az kell, hogy mindenki ismerje azokat a mondásokat, hogy hogyan, vagy Ady Endre nagyon sok a ilyen meghatározásban ott van jelen, ugye a disznófejű nagyúr, meg nem kell magyarázkodnunk egymás közt, hanem azt mondom valakinek magyarázat helyett, hát tudod, hogy van a disznófejű nagyúr, és azt pontosan tudja, hogy a pénzről van szó, stb. Tehát ez a kulturális közös tudás, ez, hogyha elvész, és helyette azt mondjuk, hogy Jimi Hendrix ezt, hogy megmondta, akkor már valami nagy baj van. Úgyhogy, és ebben benne vagyunk. Fülig benne vagyunk, mert a 60-as években, amikor még tiltották ezeket az angol nyelvű divatos nótákat, akkor is megszerezték ezeket az ismereteket a fiatalok, és ugyanúgy beleszerelmesedtek. Tehát ami gazdagsággal, és hírnévvel, és nagy hatalommal jár, az vonza az embert, az embereket, különösen a fiatalokat. Na, mindig túl sokat beszél. Nem baj, mert nagyon jókat mondasz, hanem most nekem pont így a Jimi Hendrixről, meg a megzenésített versekről az jutott eszembe, hogy kedveskedtünk a közönségnek, mert Kati néhány versét megzenésítették. És azon gondolkoztam, hogy azért micsoda szolgálatot tesznek azok a jó minőségű zenekarok, akik,
akik egy-egy kortárs vagy nem kortárs költő versét zenésítik meg magas színvonalon, és azzal járják a világot, és egyáltalán népszerűsítik így formán a verset. Téged hogy érintett, amikor megkerestek ezzel, hogy meg fogják zenésíteni a verseidet? Itt ül egyébként az elkövető Major Robert. Kérlek, Robi, legyél szíves, azért mutasd meg magad. Úgyhogy nagyon érdekes volt, és nagyon ízlésem szerint való, egyáltalán nem kerestek meg avval, hogy most ezt vagy azt meg fogják zenésíteni. Ha megzenésítették, és elhívtak egy estre, ezelőtt 4 évvel, 5 évvel decemberben, és meg voltam ajándékozva, az volt a karácsonyi ajándékok egyik legszebbje, mert valami olyan módon zenésítették meg, hogy megtalálták azokat a népdalokat, amelyeknek a ritmikája, muzsikája valamely verssel, de összehozható volt, úgyhogy én ezt nagyon nagy örömmel vettem, hogy ilyen stilizált népdalzenékre szólalnak meg ezek a versek. Ennél szebbet, mert zenésítették meg másképpen is, de ott mindenütt azt éreztem, hogy a zene valahogy a ritmusának, a vers ritmusa ellen dolgozik, de adott esetben ezekben az dalokban én úgy érzem, hogy maga a megtalált népdal viszi föl, és teszi élvezhetőbbé a verseket. Tehát ez nekem egy nagy, nagy ajándék volt, és ezt úgy tudták Robiék megcsinálni, hogy még csak nem is szóltak. Ez is egy nagy boldogság volt, mert olyan volt tényleg, mint egy meglepetés, az is volt. Mert hallani fogjuk, mert azt beszéltük meg, hogy majd lesznek felolvasások, és felolvasások után pedig egy-egy zenei betét is színesíteni fogja az estét, és hogy a felolvasások fele irányítsam a beszélgetést, én azon gondolkoztam, hogy a verseknél maradva, és nézve az életműnek az eddigi ívét, azt látom, vagy azt gondolom, vagy az a prekoncepcióm, hogy nyilván más-más életszakaszokban más-másképpen alkottál. Mert ugye most elmondtad az est elején, hogy hát inkább éjszakai bagoly vagy, és hogy éjszak, amikor a rendes emberek alszanak, akkor írsz. De hogy ez így mindig így volt, és egészen fiatal korod óta ez így kialakult, mert az élet így hozta, és ez lett a módszer. Vagy pedig teljesen más, hogy írtál egyetemistaként, vagy fiatal anyukaként. Szóval érdekelnének engem ezek az élethelyzetek, hogy a különböző életszakaszok hogyan befolyásolják az alkotói folyamatot. Hát egyetemistaként, meg fiatal, középiskolásként, amikor is már azokat a például a Kőműves Klement írtam, akkor magam ura voltam, és akkor írtam, amikor ő eszembe jutott, de akkor is nagyon sokszor éjszaka, mert valóban bagoly természetem van. Amikor a gyerekeim születtek, akkor 7 évig otthon voltam Gyesen, és az volt a legtermékenyebb időszak, amit az itt látható könyvek közül ez is akkor, tehát a testesebb könyvek akkor születtek, ugyanis akkor tudtam írni, amikor ők aludtak, és mivel elég korán lefeküdtek, meg napközben is volt egy rendes, tehát rendre szoktattak engem azzal, hogy mindennek ideje volt, és akkor nagyon-nagyon jól összetudtam rendezni a korábbi kézirataimat is. Tehát az a 7 év volt számomra az írói működésem egyik legtermékenyebb időszaka. Mondom, nem utolsó sorban azért, hogy volt egy határozott időbeosztás, amihez igazodnom kellett, és gyakorlatilag ezáltal láttam a holnapi nap is, hogy mikor lesz időm. Tehát nagyon szerettem otthon a gyerekekkel, és közben írni is tudtam. Aztán, amikor visszamentem dolgozni, utána is tulajdonképpen Jánossal, férjemmel megegyeztünk mindig, hogy ki mikor ír, váltottuk egymást a család oldalán,
időbeosztást csináltunk, és korán kelő volt, többnyire délelőtt ő dolgozott, és én meg általában este vagy éjszaka, akkor is. De hát így adta ki magát ez a kettős feladat. Hát gyakorlatilag biztos lehetett volna úgy is leélni az életet, hogy az írásnak szentelt te az ember az egész idejét, de nekünk nem volt ehhez megélhetésünk. Ez Tolsztoj grófnak kell születni, akinek a kenyérkereset nem volt feladata, vagy pedig hivatásos amerikai írónak, akit eltart. Volt benned valaha egy ilyen megszemnyi irigység az ilyen típusú emberekre, vagy pedig nem? Mint akik neki megadatott ezt, hogy hát ő ülés, ír, és nem tudom, hozzák a teát hozzá, vagy nem tudom. Szóval én is nagyon szeretek, hát prózát nem is lehet másképp írni, mint hogy ül az ember és ír, és nagyon-nagyon-nagyon jók voltak azok az évek, amikor tudtam néhány. Szóval a Jánossal való munkamegosztás következtében volt például 3 órám egy nap, amikor fölmentem a szobába, ahol írtunk, és ott ezt csináltam. Tehát ez nagyon jó volt, és most is mindig vágyódom rá, de csak magamnak tehetek szemrehányást, hogy nem így írtam, úgyhogy mindig azt csináltam, amit a legfontosabbnak tartottam, és lehet, hogy rosszul választottam meg, hogy mi a legfontosabb. Arra szeretnének megkérni, hogy olvassál föl néhány verset nekünk, és megegyeztünk arról abban is, hogy időrendbe fogunk haladni a versek felolvasásába, mégpedig azért, mert pont az említett alkotói folyamatok azért valahogy visszatükröződnek, főleg a korai verseknek egy-egy kimerevített pillanat felvételében, ami, hát hogy is mondjam, a különböző hétköznapi kötelezettségek, munkák, és hát az élet, ahogy így szalad körülöttünk tulajdonképpen, és valahogy az alkotó meg helyet keres magának ebben a látszólag káosznak tűnő dologban. Úgyhogy én arra szeretnélek kérni, hogy a Zsoltár című versedet mindenképpen olvast föl, és még a koraiak közül egy-kettőt, és aztán azokról is fogunk beszélgetni. Zsoltár. Uram, én nem csodálom, hogy a földön nincs semmi rend, hogy a teremtés dolgai össze-vissza, s köztük elvesznek fontos ügyeid. Mindenható vagy, de a maga módján mindenki tesz-vesz. Vegyük példának e háznépeit, legalább részben magam hoztam össze, s tekints bármerre itt, a legfurcsábban keverednek el össze nem tartozó dolgaink. Mert hogy kerül zokni a kéziratba? A ruhaszárítón miért van újságpapír? És gyerekrajz hogy jut a lábasokba? A kulcs miért a félcipők közül bújik elő? Az evőeszközök közt fácántól miért lapul? Hogy jut a fakanál a kis párna alá? Miért van a mosógépben műanyag csibe, és a vázában trombitás huszár? Uram, én ezt másképp terveztem el. De hiába, mert külön a papírok, külön a gyerekek, külön az evőeszközök, külön a kabátok, cipők, külön a tiszták és külön a szennyesek maradni nem akarnak. Minden mindenre vágyik, s egymást dúlják fel a rejtekek. A dolgok a kezekbe kéretőznek, indulnak egymással keveredni. Csak én állok egy helyt kétségbeesve. Uram, a teremtésben hibázik valami. Születésnapi labdarózsák. Dögöljön meg az ember, ha már valakire rászorul, mondta anyám. Nekem egy pohár víz se kellett soha senkitől. Lehetett háború, jöhettek a németek, oroszok, én soha nem szorultam senkire. Úgy szégyelte a ragaszkodást, mint egy testi hibát. Puszit nem adott, hízelgés az ölbe kéreckedés, a hozzá símulás. Összetörte a labda rózsacsokrot, amit beteg ágyból kiszökve szedtem a születése napján.
Erős markából hult a fehér szirom. Azt képzelted, hogy hős vagy, egy nemecsek, ahelyett, hogy kifeküdnéd a betegségedet, és az ágy elé ledobta. Június van, kint eső esik, anyám feje a párnán, fogatlan szája nyitva, lihegve alszik, mintha örvénnyel viaskodna. Odakint korányilló, törékeny labdarózsa. Csokrát hiába szedném, nincs, aki földre dobja. Akár a rozsdás késeket. Műfogból, szemüvegből, néhány régi ruhából összetákolom anyámat reggelente. Csontvázlába közé pelenkát simítok, harisnyát, szövetpapucsot adok rá, aztán a két kezén vezetve kicsoszogunk a nagy szobába. Az önállóság bajnoka, ő, aki soha nem szorult senkire, és a szabadság bajnoka, én, aki már kamaszfővel elszöktem tőle. Nem akartam a szigorában élni. Csodálkozhat most az, aki ismert bennünket azelőtt. Akár a rozsdás késeket, egymással köszörül minket az Isten. És akkor valamit az unokákról is, ne? Nem csak a gyerekekről és szülőkről. Amikor én autózom. Na, ahogy a nagymama vezet, az az embernek egy külön élvezet. Minden rigónál, verébnél megáll, és kérdezgeti, hogy látom-e már. Más se látok, mikor gyalog megyek. Autóban ülni nem azért szeretek, hogy szomogjunk akár a nénikék. Hajrá, gázd bele, sírjon a négy kerék. Úgy söpörjünk a Kövér Lajos utcán, hogy ablakhoz szaladjon minden kislány, és összecsapva kezét felkiáltson. Ez a Simon kocsija, az én barátom. Az utcán végig süvítő tűzgolyó, szétfutnak a macskák, repülne a rigó, a Szugló utcán sarkán élesen bekanyarodnék, mint egy Häkkinen, ha éppen arra jönne a troli, abból lenne csak nagy ramazuri, megállnék hirtelen, sikoltana a fék, a sofőrnéni tördelné a kezét, s én mosolyogva mutatnám, hogy mehet. Nicsak, milyen udvarias gyerek, mondaná, és a nagymama máskor is engedné, hogy vezessem a kocsit. Azt hiszem, Zugló szerte emlegetnék, amikor én autózom azt az estét. Igen. És akkor most kérném, hogy az első zenéket legyen szíves bejátszani. Kibíró lelket. Adj nyugalmat, adj türelmet.
szíves pengédet kímél. Fáradt nappalunk ma meghitt, békés éjszakát ígért. Azon gondolkoztam, miközben a zenét hallgattam, hogy nyilván minden szerzőnek van egy első olvasója. És mondtad azt is, hogy Jánossal milyen jól beosztottátok az időt, hogy ott délelőtt írt, vagy reggel, te pedig este, és hogy nem biztos, hogy evidencia, én valahogy úgy képzelem, hogy egymás első olvasói voltatok. De ez lehet, hogy csak egy ilyen prekoncepció a részemről, hogy neked ki volt, vagy ki az első olvasód, az az olvasó, aki a kéziratot a maga nyers verziójába látja, vagy egyáltalán van-e ilyen szokásod, hogy megmutatod és kikéred másnak a... Egyáltalán nem is azt, hogy a véleményét, hanem csak a jó indulatú pillantását, vagy bátorítását, vagy egyáltalán az első olvasói státuszát valakinek. Valóban Márai mondta, hogy egy jó olvasó pontosan elég egy írónak, ahhoz, hogy írjon. Nyilván máshoz nem elég, de ahhoz, hogy írjon, ahhoz elég. Valóban én nekem mindig János volt, tehát egyetemista korunk óta ismertük egymást, és ő volt az első olvasóm, és én azt hiszem, hogy nagyon sok esetben neki is én voltam az első olvasója, hát különösen nyilván az utóbbi évtizedekben. És hát bizony ez nagyon nehéz dolog, ha az ember elveszti az egyetlen jó olvasóját, tehát nem olyan könnyű mostanában. Ezt már kezdtem megszokni, meg valami módon áthidalni ezt a hiányt, de hát egy elég komoly megrendülés volt ezen a területen is számomra az ő elvesztése. Igen, hát mostanában próbálom magam megítélni, egy kicsit elspájzolni, betenni a fiókba, amit megírok, hogy aztán később már hideg tekintettel tudjam olvasni, mintha nem is én írtam volna. Úgyhogy ez a helyzet. Ha nézzük a verseidet tovább sorba, akkor különböző tematikák köré lehetne csoportosítani. Ugye hallottunk párat, amelyek teljesen a magánélet lenyomatai versben, amelyek a magánéletből táplálkoztak, és vannak bizony olyanok is, amelyek a közélet fele tekintenek, majd ilyet is fogsz felolvasni, ami hát nem is olyan rég történt, és benne van az emlékezetünkben, itt gondolok az Október hazalátogat című versedre, ami hát a kevésbé dicsőséges 50. évforduló kapcsán történt utcai. Hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Hát utcai eseményeket, igen, ez a jó szó, arra reflektál. De van egy jó nagy csokor olyan vers az összegyűjtött verseidben, amelyek akárhogy is nézzük, legegyszerűbben úgy lehetne őket skatujázni, hogyha azt mondanánk, hogy ezek az istenes versek. És engem nagyon megragadott az, hogy van két vers a kötetben, az egyik nagyon a kötet legelején, a másik pedig nagyon a legvégén, amely ugyanabból az alapélményből táplálkozik, nevezetesen egy, jól emlékszem, egy németországi utazásod során egy kápolnában egy fekete madonnát láttál, és ez elindított benned egy élményt tulajdonképpen, amely versbe kéreckedett, és amelyre utána évtizedek múlva reflektálsz egy másik versben. És ez majd el fog hangzani, ez a két vers, így a maga pár évtizedes
távlatába, mert érdekes, számomra nagyon érdekes az, hogy egyáltalán az ember hogy változik az idők folyamán, és az érzékenysége az ég felé miképpen módosul, miképpen látja önmagát ezekben az útkeresésekben. Másrészt pedig ezek az istenes versek, amik a te életművedben vannak, valahogy folyamatosan át vannak itatva egyfajta tudományossággal. Ezt nem tudom, hogy a bátyád hatása, vagy milyen hatás, de valahogy engem mindig megfogaszt, hogy egyszer az egyik serpenyőben ott van a spiritualitás, a másik serpenyőben pedig egy ilyen, mondhatnám, szinte hideg racionalizmus, és a kettő valahogy nagyon érdekesen elegyedik. Majd lesz is egy hosszabb vers, ami erről fog szólni, az a bizonyos halas versed, hogy alakult a te költői életed ebből a szempontból. Mert nyilván ezek olyan dolgok, amikről nagyon nehéz beszélni, viszont a költő azon túl, hogy versbe írja, néha ugye így kínvallatják, mint most én téged, és akkor mégiscsak reflektál valamiképpen. Úgyhogy leginkább engem ez a két én, ez a két rész, ez a nagyon racionális és a nagyon spirituális, ennek a ötvözete a verseidben, ez érdekelne. Köszönöm szépen ezt a felvezetést. Hát tulajdonképpen az, hogy folyamatosan, amikor az ember saját maga is gondolkozik a saját életének a spirituális vagy a szakrális hátországáról, akkor folyamatosan egy vitában áll a 20. 21. századi ember, hiszen tudományos marxizmussal letettek minket ugye egész kis korunktól kezdve, és belénk nevelték, hogy a tudományos igazságok szemben állnak a hitigazságokkal, és valahol ez a vita jelenik meg ezekbe a versekbe. Nyilvánvalóan másképp éppen az említett Fekete Mária című versbe, amit 21 éves koromban írtam, Einsiedelbe, egy nagyon nagy Mária kegyhelyen jártam Svájcban, és ott írtam ezt a kisokos verset, egy kicsit ilyen jellegzetesen ostoba a 20. századi gondolatokból, és aztán a sors érdekes fordulata volt, hogy Mária Remetére költöztünk 1978-ban, és ennek a kegyhelynek, az is egy kegyhely, Mária kegyhely, ennek a kegyképe Einsiedelmről származik. És persze nem az a gyönyörű, aranyozott, csodálatos szentély, hanem csak egy picike aranykeretbe foglalt hímzett kép, amit a Pestirek útra érkező sváb telepesek egyike, egy Thalwieser Katalin nevezetű asszony hozott magával Einsiedelből, Einsiedel környékéről települt át ide Pestirek útra, és ezt az erdőbe kifüggesztette nyilván a háza lakásához közel, és egy csomó csoda történt, tehát ott elég sok minden a kegy templomba olvasható ennek a képnek a történetéről, és ez volt a különös, hogy oda költöztünk, és én óhatatlanul visszajártam gyerekkorom hitébe visszatérve a templomba, és szembe találtam magam azzal a Fekete Máriával, akiről én 21 évesen a Fölényesen írtam verset, és akkor megírtam ennek a versnek az ellen tétjét is. Hát nem tudom, hogy sikerült-e, de remélem. Köszönöm szépen. Akkor megteszed, hogy felolvasod nekünk ezt a három verset. Tehát a korai vers. A Fekete Mária. A kő nedves, hideg kockái tiszták, és a sápadt takarítónők fityulás fejüket felét fordítják. Könyörülj rajtunk, királynőnk. Te ki a szembajos, szugentáli Barbara Reichenbachot, az ex-votók őrzik csodáid, meggyógyítottad, imánkat meghallgatod. Fényes arcú, aprócska szobor, magas aranykoronád és brokát lepled alatt, játékbabányi por, semmi se vagy, hogy teszel csodát? De ezért nem haragszom, ámítást nem szidok,
Pap és barát erkölcse nem érint, ne lásd bennem a szavak finnyás bajnokát. Csak azért gyűlöllek téged, te kőanya, panasztól örökre illetetlen, mert látom sorsunkat, és vagyok, miként te, magam is éppen oly tehetetlen. Tehát ez a tudományos szocializmus. És hát az, hogy 21 évesen írtam, az talán mentséget is jelent. Hiszen ifjú, hogy úgy mondjam, ifjú marxista voltam, vagy hogy mondjam, éppen akkor hagytam el a hitemet, és nagyon büszke voltam rá, hogy meghaladtam a gyermekkoromat. Hívtál, hiába, nem hallottalak. Einsiedeln, Mária Remete, 1964-2009. Vida Tivadar és Posta Benjamin emlékének ajánlom. Einsiedelnben 21 évesen úgy gondoltam, hogy látlak, szűzanya, fáradhatatlan karodról, ahogy felé, mint a koronás kisbaba. Koronás kis Jézus, koronás édesanyja, nem láttam mást, mint saját képzetem. Aranyfelhők karéjában a szobrod számomra csak szoborként volt jelen. A kitárt szárnyú templomkapunát a márványkőre besütött a nap, kirajzolta a sok ezer belépő lába, koptatta kővájatokat. A félhomályban szentélyed felé sodort a meg-megtorló sokaság, hozzád emelt könyörgő arcokon gyertyafényben lobogtak az imák. A falakat borító exvotókon a fekete, gótbetűs neveket jegyzeteltem, régi szavak varázsát, a sok hálát és sok köszönetet. Kik és miért hozták a számtalan, benned bizakodó, hálát adó fohászt? Csak ami emberi, azt fogtam fel belőlük, régi balsósokat, sok régi gyászt. Talán ott volt Thalwieser Katalin táblája is, mielőtt útra kelt 1763 nyarán, lázas szemmel előttet térdepelt. Nyomta lelkét a fájó gondolat, hogy úgy lehet, többé már sose lát, mert a szegénység éhínség elől útnak indult keresni új hazát. Útnak indult, de elvitt téged is, mert nem tudott elmenni nélküled. A felpakolt sok-sok batyú között hímzett kép másod legfőbb kincse lett. A hánykódó deregjén utazóknak ki más segíthetett? Fekete Mária lábánál énekeltek, sírtak, míg az elcsitult folyó fölött feltűnt Buda. Kicsiny képed ma oltáron ragyog. Sokáig függött egy tölt derekán, ahová egykor Katalin helyezte, s neved áldott lett Einsiedel után Pest Hidegkút és Remete vidékén, mikor kegyetlen idegen katonák elől friss hóval betakartad a védtelen bújdosók lábnyomát. Segített sötét erdei mi asszonyunk, mikor az ördögárok, a csendes patak feldúzzadt és medréből kilépett, csak az ima óvta partján a házakat. Hú, ez nagyon hosszú vers. Fölolvasom én. Szülők áltottak, könyörülő atya, mert megmentetted a gyermeküket. Csodádnak hála, sértetlen maradt, aki a vágtató lovak közé esett. Távoli Einsiedeln fekete Máriája, remetei szent szűz, védelmezőnk. Milyen szerény felénk forduló arcod, milyen bőségesen ömlik le ránk erőd. Zarándokként mégis hitetlenül néztem egykor szobrod, Istenanya, vakká tett ostoba önhítségem. Te mégis oltalmaztál, Mária. Hányszor tapasztaltam kegyelmedet,
Figyeltél ránk sok nehéz éven át, megfogtad a gyermekeim kezét, lelkünket harangszóval jártad át. Kerestél, bárha nem kerestelek, hívtál, hiába nem hallottalak, s mikor végre Jézushoz vitt utam, kinyitottad előttem kapudat. Azóta hányszor ostromoltalak, reménytelen sírtam lábad előtt, a fényed átjárt, megerősített, megnyugtatta a kétségbeesőt. Add, hogy ne csak bajban keresselek, tudjam kimondani, hogy köszönöm, hogy hozzád bármikor betérhetek. Elhozhatom bánatom, örömöm. Most azt javaslom, hogy a zenét kérjük Igen. szépen, és tekintettel arra, hogy az időnk lassan le fog járni, én javaslom mindenkinek, hogy otthon olvassa el azokat a verseket, amelyek most kimaradtak a mi tervünkből, és a zene után pedig arra szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogyha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan fölteheti, viszont én még azzal a jogomnál fogva, hogy irányítom a beszélgetést, rögtön az első kérdés még mindig magamnak első kérdés jogát meghajom magamnak, és elmondom a kérdést is a zene előtt, azt, hogy azért azt mondd el nekünk majd, hogy kézzel írsz, vagy gépbe írsz rögtön. De majd a zene után kapjuk csak meg a választ. Köszönöm szépen, akkor most jöjjön még a két dal. Előtte állt a sáfrány. Sáfrány színű taraja lángolt, de angyalszárra fült a hátán. És mint filmpereg alakot váltott, előbb győzedelmes vezér lett, aztán dicső királyként áldott. Majd szép hölgy volt, gyöngyszirma égett, prófétája tévtanoknak, politikus, hírneve bábja, író, dicsértessék a szent hazugnak, és tudós a szellem kifája. Isten a pusztulásra gondolt, és a sátán lábát özönvíz volt, dörögve tombolt, s tűzvész lett, ropogó lángot. Aztán Isten alakot öltött, izzott, hegesztő fényfehéren, majd ganajból lett újra ördög, és bűze szétterjedt az égen. De Isten már másfelé nézett, csalódott mosoly ült a száján, ami megvolt, legyen végzett, és az űrben labdázott a sátán.
veszik. Ha jó szerencsét nem veheted észre, a baj szerencse ül az ágyadon. Ha jó szerencsét baj szerencse rejti, az láthatja, ki róla te fejti. A baj szerencse az a valami, amihez csak baj szerencse juttat. A baj szerencse nem betanul készség, a baj szerencséről semmit sem tudhat. Aki a baj szerencsét kintről figyeli, a baj szerencse annak lesz a sorsa. Ki a jó szerencsében nem otthonos, ki a jó szerencsét feltétellel fogadja. Kinek a jó szerencse a kezét szegi, ki a jó szerencsét szégyenkezve hordja. A baj szerencse száz szálból szövődik, de minden szálát a lélek sodorja. A jó szerencsét nem veheted észre, a baj szerencse ül az ágyadon. A jó szerencsét baj szerencse rejti, az láthatja, ki róla adósunk vagy még egy kérdésnek a megválaszolásával, és addig meg búzítok mindenkit, hogy akinek kérdése lenne, azt nyugodtan majd tegye föl. Hát írok kézzel is, főleg verset, de nagyon fiatalon édesapámnak volt egy írógépe, mert kertész volt, és volt irodája, és az irodában volt írógép, és az irodának az írógépe, ugye amikor a kertészetnek vége lett, akkor hazaköltözött hozzánk, és én így aztán egész kicsi gyerekként megtanultam gépelni. Úgyhogy először kézzel írtam, aztán írógépbe írtam, de gyakorlatilag most zömmel, ha nincs számítógép a környéken, akkor kézzel írok, ha van, akkor inkább számítógépen. Prózát különösen megéri számítógépbe írni, mert hát az időt igényel, és a számítógép tudjuk, hogy javítható, javítgatható, tehát sokat nem vagyok a kézírás megrögzött rabja, nagyon szeretek gépen is írni, de hát... Erről egy versed is van, mint tudjuk. Köszönöm. Úgyhogy valakinek... Hát egy egyszerűbb kérdést szeretnék föltenni, hogy mikor fölébredsz, akkor elsősorban prózaírónak vagy költőnek érzed magad. Ehhez kapcsolódik az, hogy ugye a minimálárt, nagyon sokszor elmondtad, hogy prózaíróként a minimálárt jellemző a írásmódodra, hogy a kicsi dolgokban az univerzumot felfedezni. Na most, hogy ez hogy valósul meg, ezt én nagyon érdekesnek éreztem a Levelek haza című regényedben, ahol ugye egy diszidált, emigrált magyar kislánynak a lelki rezdüléseit nagyon finoman és remekül mutatod meg. És azt szeretném kérdezni, a kérdésre adott válasz az a valóság és a művészi stilizációnak a viszonyára is választ adhat, hogy létezik-e emögött a kislány, vagy később hölgy mögött valóságos személy, vagy pedig nem. Köszönöm szépen. Hát én gyakorlatilag reggel, amikor fölébredek, akkor elsősorban örülök, hogy még élek. Nem szoktam arra gondolni, hogy költő vagy prózaíró vagyok. Egészen egyformán korán mind a két műfajt műveltem, tehát már 10 évesen írtam ilyen kis
elbeszélésféléket is, meg verseket is, de akkoriban föltétlen költőnek gondoltam magamat. Hát azóta már eltelt pár évtized, azóta nem gondolom magam költőnek, prózaírónak sem, inkább egy íróféle embernek, aki hát megpróbálja a dolgokat valami módon a magyar irodalom hagyomány rendszerébe beleörökíteni azokat a dolgokat, amiket maga megélt, és amelyekről látja, hogy milyen gyorsan még az én életemben eltűntek a világból, és amelyek számomra kedvesek voltak, vagy ma is kedvesek. Tehát ez én nekem a legfőbb múzsám, azt hiszem nagyon sok írónak, az idő múlása, ahogy mindent elvisz az idő. Ennek az élménynek van a legnagyobb árnyéka bennem. Nem írtam én soha minimál ártot, én ezt nem is mondtam soha. Nem cizellálom az igaz a prózámat agyon, de azért hát nem minimál art. Ugye a minimál art az a tőmondatokba és ilyesmivel nem foglalkoztam, és minden prózámnak van, mondhatni minden szereplőnek nem is egy, hanem több olyan előképe van. Tehát a történetek, amik megragadtak, amiket megírni akartam, azok mindig valami módon az én élményeimből, de egy ilyen transformáció révén jöttek létre, tehát nagyon sokféle mozaikból állítottam össze. Az tulajdonképpen a prózaírásban a passzió, hogy az ember csinál egy másik valóságot, ami legalább olyan bonyolult legyen, mint az igazi. Tehát ez is vezetett, meg az is, hogy hát valami nyoma maradjon annak a világnak, amiben hát eltöltöttem az életemet, és amiben nagyon, nagyon, nagyon nagy elhallgatások vannak. Tehát mai napig a valóság és a megtörtént történelmi esemény sorozat, ami nagyon sokrétű, hiszen nagyon sok kis történetből tevődik össze, az kívül maradt a történelem könyveken, és hát az irodalmunk is nagyon sok történetünk eladós, hát ilyen fehér foltokat igyekeztem, amit a saját életemben, mert azért az alapvető, hogy azt igyekeztem megírni, amit saját magam meggyőződéssel állíthatok az utókornak, hogy ez volt, ez létezett, ez így volt. Köszönöm szépen. Egy másik ága az életednek, az elején említetted, hogy te nagy, mindjárt könyvkiadót létesítettél, és az egyik nagy, az akkori korszaknak, a széphalom korszaknak az egyik legnagyobb teljesítménye az én számomra, és a legnagyobb felismerés volt, amihez hasonló, csak kettő van az egész elveszett magyar irodalomban, az egyik a Hamvas jelenség, a másik a Várkonyi. És te fedezted fel Várkonyit. Most az a kérdés, hogy hogyan sikerült ez neked, mi vitt rá erre, és hogy jutottál hozzá? Mert ez egy, hogy mondjam, talán 10 ember, ha volt, aki mielőtt te megjelentetted Várkonyit, akinek fogalma volt egyáltalán, hogy a Várkonyi az egy jelenség, és egy fontos jelenség, és Vörestől még 10 az egész, 10 legalább jelentős költőre nagy hatással volt a kéziratos irodalom. Köszönöm szépen a kérdést Mandics Györgynek. Hát nem én fedeztem fel Várkonyi Nándort, hanem Várkonyi Nándor igázott le engem. Gyakorlatilag volt egy kedves író, aki a kollega, aki a Széphalom könyvműhelyben is, a Széphalom könyvműhelyt működtető írók alapítványában, írók szakszervezetében is tevékeny volt, úgy hívták, hogy Kende Sándor, és ő mondta, amikor a szerzők kiadóját megalapítottuk,
hogy hát Várkonyi Nándornak több mint 7000 oldal kiadatlan kézirata maradt, és ez jusson mindenkinek eszébe, amikor hallja a sajtóba, mert a sajtó súlykolja a mai napig, hogy üresek voltak a fiókok, semmi nem maradt bennük, hát csak egyedül Várkonyi fiókjába kézirat, tehát nem olyasmi, ami már egyszer megjelent, hanem ami nem jelent meg, az életműből 7000 oldal. És Kende Sándor mondta, hogy a kiadónknak ez egy nagyon komoly arculatot adna, és üzletileg is nagyon előnyös lenne, ugyanis Várkonyi Nándornak nem csak 10 ember ismerte a Szíriát oszlopai című regényét, az egy regény művelődés történeti filozófiai bölcseleti művét, mert az egy nagyon népszerű és nagyon nagy feltűnést keltő könyv volt, megjelent 1940-ben, 42-ben, és aztán ő ugye, amikor szilencium alá került 1950-től, akkor tovább dolgozott rajta, kidolgozta azt a 100 oldalas kis könyvet, azt egy 500 oldalas könyvé, a Szíriát oszlopai és az Elveszett paradicsom című könyvét dolgozta ki, tehát 1000 oldalnyi, csak nyomtatva. És hát, hogy a Szíriát oszlopai az egy nagy üzleti siker volt, a Magvető kiadó is kétszer 1970-es években, ugye ezzel tört meg a Várkonyit övező szilencium kevéssel a halála előtt, hogy két kiadásba kiadták a tovább fejlesztett Szíriát oszlopait. Tehát ő, mint kiderült, Várkonyi Nándor veje volt. A Várkonyi Nándornak a lánygyermekét, Várkonyi Ágnest vette feleségül, Kende Sándornak az első felesége Várkonyi Ágnes volt, és tulajdonképpen ezért ismerte ezt a hagyatékot, mert ez a legnagyobb titokba a fiát és a lányát megeskedte Várkonyi Nándor, hogy amíg ki nem mennek az oroszok, addig ezt a nagy dobozt egy nagy ládába tette el a kéziratait, addig nem nyitják és nem veszik elő, és nem adják oda senkinek. És így aztán 94-ben Kende Sándor összeismertetett engem a Várkonyi Nándor két gyermekével, Ágnessel és Péterrel, és megegyeztünk, hogy megpróbáljuk kiadni. Én azt hittem, hogy ez egy olyan dolog lesz, hogy én megkeresem a megfelelő szakembert, az majd elolvassa a kéziratot, és segít nekem a szerkesztő, elvégzi a szerkesztői munkát, stb. Hát a végén az első kötet után, aminek megkaptam a megszerkesztett változatást, és teli is, de teli volt hibával, rájött, és a névmutatója az valami észveszejtően gyönge volt, akkor rájöttem, hogy itt én nekem, az volt az első, amit át kellett aztán én nekem szerkesztenem, és el kellett kezdenem gondolkozni, barátkozni a gondolattal, hogy egyszerűbb akkor, hogyha, meg olcsóbb is, hogyha nem fizetek ki egy szerkesztőt, aki helyett aztán majd én elvégzem a munkát, hanem elkezdem én megcsinálni, és tulajdonképpen 94-től 2000-ig a Szíriát oszlopaihoz érkeztünk el 2000-be, minden évben megjelentettük a hagyaték egyet kiadatlan darabját, és ezek voltak az én egyetemi éveim, hát tulajdonképpen ez volt az olvasmány, és az a stúdium, amit a Várkonyi műveken végeztem, ami egészen megváltoztatta az egész fölfogásomat is. Nyilvánvalóan azért tehette ezt meg, mert én magam is nagyon sok dologban már megtapasztaltam az ő igazát. Ez egy nyugati világ, a világunk egy nagyon éles és nagy felkészültségi kritikája, de egy olyan bölcseleti és művelődéstörténeti életmű, amely egy pozitív, az emberiség sorsának egy pozitív kifejletében bízik,
és ő is egy ilyen nagyon mélyen hívő ember volt, és indokolni is tudta tudományosan a hitnek a fontosságát és igazát. Úgyhogy így került hozzám Várkonyi Nándor élethagyatéka, és hát a sorsom lett, mert az a 6 év, amit ebben foglalkoztam, az biztos, hogy sok minden más helyet az időmet teljesen lefoglalta, de nem bánom, mert ezek voltak az én igazi egyetemi éveim. Valakinek esetleg van még kérdése, és gondolom, még amíg, ja bocsánat, nem vettem észre a jelentkezés, hogy a Karácsony Sándor is valami hasonló úton, módon, ha már így egy szellemi körről, vagy egy hasonló szellemi körről beszélünk, gondolom hasonlóan. Azt Várkonyi Nándor hozta a Karácsony Sándor életművet. Tulajdonképpen akkor elkezdtük a Várkonyi Nándor életművet kiadni, és ezeket úgy képzeljétek el, hogy 13-500 vagy még bővebb nagyméretű könyv. Akkor megkerestek a Karácsony Sándor életműnek a földolgozói elemzői, tehát az egy a Csökmei kör úgymond, tehát egy Karácsony Sándor társaság, Kövendi Dénes, Heltai Miklós elsősorban, és hát megkértek, hogy adjuk ki a Karácsony Sándor életművet is. A Karácsony Sándor életművet ők szerkesztették, ezért tudtam elvállalni, tehát ott tényleg csak kiadóként működtünk közre, de nagyon nagy, szóval az is egy nagy léptékű életmű, és érdemes megismerni. Aki esetleg nem hallott volna róla, ő pedagógus, irodalom pedagógus is, gondolkodó, művelődés történész, tehát egy nagyon nagy koncepciójú, és nagy hatású ember. A könyvei interneten utána lehet keresni, hogy melyek egy egész sorozat, 11 kötet. Akkor én most nagyon örülök, hogy a szerkesztői munkásságodról is szó esett, legalábbis hát néhány ilyen nagy vállalkozásról, mert úgy tudjuk, hogy sokkal-sokkal több van. De én még egy picit az alkotói énethez szeretnék visszakanyarodni, és két kérdés izgat. Az egyik az a gyerekkorodra vagy fiatalkorodra vonatkozik, a másik a jelenre. Tehát ami a múltra vonatkozik, az, hogy egy költő gyerekkorában, fiatalkorában hogy veszi észre, hogy ő költő? Szóval, hogy az első versek hogyan születnek? Hiszen a te családodban nem volt olyan ember, ugye, ahogy olvastam, akitől azt láthattad volna, hogy leül és verset ír, és akkor rögtön fölteszem a másikat is, hogy most pedig, amikor verseket írsz, akkor te előre eldöntöd azt, hogy mi az a téma, amit te szeretnél kifejteni. Tehát van egy téma, mondjuk, ami téged izgat, és akkor arra úgymond fókuszálsz, vagy pedig ez teljesen esetleges, hogy ami éppen az életben megérint, abból születik egy vers. Tehát tulajdonképpen az ihlet miensége érdekel, vagy forrása. Köszönöm szépen. Erre válaszolnék gyorsan. Prózánál lehet, legalábbis én prózai írások tekintetében tudom megszabni azt, hogy kigondolni, hogy ez a téma érdekel, és ezt meg kéne írni, és valami módon megtalálom hozzá a történetet, vagy éppen a történetből jön elő a téma. Versnél azonban valóban úgy van, hogy az élet mindennapjaiba születik, tehát ezért könnyelműség ennyit szaladgálni össze-vissza, mert akkor szaladgál az ember, nem tudja leírni, ami eszébe jut, tehát biztos, hogy... De képzeljék el, hogy mi lenne, hogyha mindent leírtam volna, ami eszembe jutott, akkor nem 500 oldal lenne, még sokkal több. Tehát nem baj, hogyha az ember... Én azt hiszem, remélem, hogy nem baj, hogyha az ember nem ül ott és várja az ihletet, hanem az ihlet üldözi az embert, ez a jobbik megoldás. Valóban a családomban irodalmár
Nem volt előttem, bár nagyanyám szerint nagyapám gyönyörű, szerelmes verseket írt neki, meg leveleket, csodálatos, szép leveleket. Nem maradt, anyai nagyszüleimről van szó, nem maradt föl sajnos ezekből a versekből és levelekből, a családi levéltár nem lévén. Viszont ez a nagyapám később egészség területén, tehát egészség területén orvosi közíró munkássága volt. És egyszer megtaláltam antikváriumban egy kis füzetét a dohányzás ellen, írta a 20-as években, amikor még senki nem írt a dohányzás ellen, és odaadtam Jánosnak, és mert engem is nagyon lenyűgözött, ahogy leírja a különböző dohányozó embereket, a fiatal gyereket, aki felszedi a csikket, és dohányzik, és a hölgyet, aki a két ujja között a szipkával szórja a füstkarikákat, és akkor mondta erre János, hát a nagyapád egy kész prózaíró volt. Szóval volt neki irodalmi vénája, ez biztos, de én nekem a példám inkább apám volt, mert apám az egy olyan ember volt, aki szakmája szerint kertész, és egyszer ténylegesen akkor érettségizett, amikor születtem. Azt mondta, hogy Katika, nagyon sokat sírtál, nehéz volt úgy tanulni. Tehát akkor tett el az érettségét, és azt is csak azért, mert nem akart többet közkatonaként bevonulni, hanem legalább karpaszományosként, mert majdnem ott hagyta szegény a fogát Ukrajnába. Tehát ő maga egy... maga, ahogy mondják, self-made man volt, tehát egy maga erejéből művelődött ember volt, de nagyon-nagyon sokat olvasott, tehát nem hivatásosan, és nem főleg irodalmat, hanem mindent. Például Várkonyi Nándor Szíriát, Oszlopait is olvasta, és az ő példája annyiban volt íróként számomra fontos, hogy nagyon jó mesélő volt, de nagyon ritkán szólalt meg, tehát nem szórta a sztorikat, hanem amikor megszólalt, akkor oda kellett figyelni. Nagyon jó humora volt, csodálatos, jól tudta kifejezni magát, és édesanyja fel... Mátyás Földi és Csalónköz határáról való, édesapja pedig a Solt nemzetség területéről, Solt Mária házapusztáról, és ő meg Pesten nőtt föl árva gyerekként, tehát úgy tudta a két tájnyelvet meg a pesti szlenget elegyíteni, hogy az valami élvezet volt, tehát ő, neki voltak ilyen adottságai, hogy ami az irodalomban hasznosítható. Anyám pedig egy példátlan, jó tanuló, olvasó ember volt. Ahhoz az első női nemzedékhez tartozott, akik közül már néhányan érettségiztek, és erre nagyon büszke volt, és a középiskolás könyvtára volt az én első olvasmányom. Egyetlen szekrénybe elfért, de Vörös Marti rémdrámájáig, minden drámáig, minden ott volt, és én minden 12-13 éves koromra mindent elolvastam. Anyám adott kezünkbe először verses könyvet, méghozzá a Toldi szerelmét, mikor a bátyám már tudott olvasni, mert ugye az 50-es években volt ez, és azokat a förmedvényeket, amiket akkor kiadtak, azt nem engedték be a szüleim, hanem inkább a saját arany, ezüst és piros kötési könyveit adta oda. A bátyám komoly gyerek volt, 5 évesen vagy 6 évesen már olvasta a Toldi szerelmét, és bosszúságában, hogy én folyton zaklatom, hogy hangosan olvasson, nekem is felolvasott belőle, pont Piroskáról szóló részt, ahogy Toldi elhatározza, hogy nem nősül meg, mert a Piroska folyton, mert a nők nyekeregnek, mint az ajtósarka. Úgyhogy ilyen versélmény. Ott láttam abban a könyvben először verseket olyan, 4,5-5 évesen, és aztán hát sok népdalt olvasott nekünk anyám, úgyhogy én meg mindet rögtön megtanultam kívülről, úgyhogy így ragadt rám a vers. 11 éves voltam, akkor én is írtam egy kis népdalt. A 9-es csoport, amikor megalakult, szemben állt a rendszerrel, a szocializmussal, van ennek a hagyománya, élmeike, ebben a
a csapat tagjaiban, Kati, te benned, ez már a múlt, de jelenleg is küzdelemben áll az egész világ, kontinensen egymással. Vajon vannak-e ilyenfajta verseid? Ez az egyik kérdésem. A másik, átmondjuk, mint lengyel, megkérdezem, mert azért nagy barátság alakult meg Lengyelország és Magyarország között. A diplomáták is mennek ide-oda, viszont az irodalomban, a te kiadóban, emlékszem, hogy valamikor kiadtál Holvinszky Václav, kiváló prózaíró egyik könyvét, egyik regényt. Ha jól emlékszem, a Puccs felé vezető út, Erzsé, te fordítottad, pontosan tudod ezt. Na, akkor emlékszem, hogy nem volt annyi pénz, hogy lehessen őt meghívni ide Magyarországra, hogy ezzel is az útját lehessen bemutatni, a könyvét lehessen mutatni. Ez mondja, ez nagyon szomorú. Kíváncsi vagyok, hogy jelenleg jobb-e a helyzet. Igen, hát valami módon engem mindig a munkatársak inspiráltak, meg a barátok, tehát a lengyel kiadványaink is, részben Kovács István ösztöndésére, részben az itt jelenlévő Szenyán Erzsike, Erzsébet műfordító ösztönzésére született a Kolevinszky könyvét is, ő ajánlotta a kiadónak, és a lengyel műfordítás támogatási alap támogatásával jelentettük meg, de Minszlivszkinek és egy érdekes történész, lengyel történésznek, aki a magyar-lengyel kapcsolatokért nagyon sokat tett, és diplomataként is ismert, Zsegorzs Lupcsiknak a könyveit is miattuk ki a Magyarországon tevékenykedő Henry Slavikról, aki a vészkorszakban idősebb Antal Józseffel együtt 140 ezer körüli menekült lengyelt, köztük menekült lengyel zsidókat, gyermekeket mentett meg a biztos pusztulástól azzal, hogy ezekben a táborokban rendes ellátásban részesítette őket, sőt, még ezeknek a táboroknak és Henrik Szláviknak köszönhetően a német megszállás idején is sikerült úgy kiüríteni ezeket a táborokat, hogy a legtöbb lengyel menekült nem került a németek kezére, mert aki a németek kezébe került, azt vitték rögtön a különböző lágerekbe, haláltáborokba, de a legtöbbje inkább azzal is gyanúsították ugye a Horthy kormányzatot, hogy megkönnyítette számukra az emigrációs hadseregbe való eljutást. Tehát Lupcsik ezt, Zsegobos Lupcsik, aki itt volt lengyel nagykövet Magyarországon, és azóta is foglalkoztatja ez a téma. Ő állított össze három gyönyörű albumot a Magyarországon menekültként élt lengyelekről. Hihetetlen sok fotó került elő a magyar kis asztalfiókokból, mert ugye meg volt a 144 tábornak meg volt ugye, hogy mely községekben, városokban volt, és a felhívásra, hogy jelentkezzenek, akik a lengyel menekültekről valamit tudnak, az rengetegen jelentkeztek, hozták a képeket. Csodálatos fotógyűjtemény. A negyedik könyv. Nem tudják abba hagyni, ilyen nagyméretű albumokat adnak ki, most már negyediket, és ez is 300 oldal, Erzsike fordítja általában. Nem tudják abba hagyni, annyi fotó és annyi történet kerül elő a magyar fiókokból, a magyar emlékezetből, és egy nagy-nagy nyeresség az, hogy ő ezt megírt. Hát nem csak a magyar, hát a lengyel menekültek, akik hazatértek, azok is őrzik az emléket, de nagyon sokan itt maradtak. Vegyes
tehát megházasodtak, férjhez mentek itt Magyarország, így lett ugye egy komoly lengyel nemzetiségi populáció is Magyarországon, ez is hozzásegített. Tehát ezeknek a könyveknek a kiadásába, vagy magyarországi terjesztésébe is részt vettünk, és elég szlávik emlékének igyekeztünk megteremteni a maga megérdemelt ismertségét és elismertségét. Nem volt könnyű, nem én harcoltam ebbe az ügybe, én csak technikai segéderő voltam. Zsegos Lupcsik meg a lengyel történészek viaskodtak a magyar televízióval például, aki nem akarta levetíteni Henrik Szláviknak. Henrik Szlávik volt az, aki megszervezte ezeknek a táboroknak a minden napjait, és segítette a lengyel menekülteket, hogy elhelyezkedjenek. Ugye ennek a legendás balatonboglári lengyel középiskolának a megszervezésében is ő vett részt. És gyakorlatilag ezt a történetet, ami maximálisan igazolta a magyar 40-es évek, egész a német bevonulásig a magyar kormányzatnak a jóra való törekvéseit, hogy a lengyel menekülteket, ugye akkor eltörlődött ismét Lengyelország, és akik menekültek, azok földön futók voltak, hogy azoknak otthont adjanak Magyarországon. És ezt a magyar televízió az 1990-es, 2000-es években se akarta, az erről készült lengyel dokumentumfilmet nem akarta bemutatni, majd bemutatták éjjel 3-kor. És a válasz az első kérdésemre? A 9-ek perc természetesen közéleti, szóval azt mondtad, hogy szembeálltunk az akkori rendszerre, valóban, de a dolog úgy kezdődött, hogy ez a rendszer állt velünk szembe, és gyakorlatilag nyilván ez nem vezetett jóra. Azt a fajta autonómia törekvést, amire azt gondoltuk, hogy fiatal írók, költők jogosultak, azt nem akarták elfogadni. Így született aztán az Elérhetetlen Földcímű antológia, amiben a 9 költő megjelent, és ami egy nagyon hosszú és keserves történet volt, amíg megjelenéshez jutott ez az antológia. De végül is mind a 9-en irodalmi pályán maradtunk, és mai napig is. Épp idén van 50 esztendeje az antológia megjelenésének, és erre megjelenik majd egy új antológia az azóta, hát a ma összeállított versekből, tehát egy ilyen, mindenkinek egy ilyen életmű keresztmetszete lesz majd benne, novemberbe jön ki. Hát tudjuk, hogy nagyon sokan, a legjobbak már elmentek a 9 ember közül. Először Rózsa Endre, aztán Utasi Jóska, végül Olán János, úgyhogy már csak 6-an vagyunk. A maradék. Ha nincsen több kérdés, akkor én megköszönöm mindenkinek a részvételt, a figyelmüket, azt, hogy ilyen úgy érzem, hogy oldottan beszélgethetünk, és a végén a kérdéseikkel kiegészítették ezt, és megszínesítették az estet. Ezért külön nagyon hálás vagyok, hogy Várkonyiról és egy csomó minden olyan dologról is szó esett, ami amúgy kimaradt volna, és kár lett volna érte. Én köszönöm szépen Mezei Katalinnak, hogy beszélgethettem vele ma este, önöknek a figyelmüket, az MMA-nak pedig a szervezést és a házigazdai szerepet, úgyhogy én bízom benne, hogy ezek a keddi kaleidoszkopok továbbra is, nem tudom, hogy ilyen közérdekű közlemény lesz, hogy mi a következő és mikor, akkor majd biztos, hogy elmondják a házigazdák, de én úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, kellemesen és jó társaságba töltöttük az időt, úgyhogy kívánom azt, hogy ilyen hangulatba folytatódjon mindannyiunk estje is. Köszönöm szépen a figyelmüket!